Filóné Ferenc Cibolya, Bonyhád polgármestere beszédében kiemelte, a jelenlegi önkormányzati ciklusban több beruházás is megvalósult. A majosi település részen többek között a kultúrház felújítása is. Nekem legalább olyan nagy öröm és büszkeség, mint a majosiak számára, hogy ez beteljesedett, hogy ez megvalósulhatott, hiszen nagyon sokat és sokat tettünk azért, hogy ez így lehessen. És mindezt a város saját forrásából. Azért évek alatt történtek apró lépések, de így ebben a formában csak most sikerült a felújítást elvégeznünk, és mi nem vagyunk a végén, hiszen benyújtottunk egy pályázatot annak érdekében, hogy tovább folytathassuk, hiszen a volt postaépület, az udvar, az még vissza van a felújításból, illetve szeretnénk a tetőszerkezetre napelemeket tenni, hogy a fenntartási költségek is alacsonyabbak legyenek, hogy minél jobban ki tudjuk használni ezt az épületet. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a Nemzeti Összetartozás napjához közeledve a közösség összefogása kiemelt szerepet játszik ezen alkalomból. Az elmúlt 24 év egyik legfontosabb eredménye az, hogy a közösségeinket megerősítettük. Olyan erős közösségeink vannak, amelynek köszönhetően az emberek szeretnek itt élni, büszkék erre a városra, örömmel gondolnak arra, amikor haza kell jönni valahonnan, és amikor Szekszárd, vagy Bátaszék felül, vagy bárhonnan közeledve megpillantják ezt a várost, akkor büszkén gondolnak arra, hogy bonyhádiak, még akkor is, hogyha esetleg majosiak. De tudjuk azt, hogy a majosiak fele is bonyhádi, úgyhogy ez az identitás úgy gondolom minden szempontból közös. Sárkány Szabolcs, a választókerület önkormányzati képviselője kihangsúlyozta. A megújult épület egy olyan teret biztosít majd, ahol kulturális körülmények között találkozhatnak, programokat szervezhetnek, közösségi életet élhetnek a helyiek. Meg fog valósulni az egész udvar rekonstrukció, meg fog valósulni a postaépületnek a funkciója, és én arra kérek minden majosit, ugye, hogy vannak itt az egyesületek, de vannak a civil szervezetek, vannak a magánszemélyek, hogy gondolkodjanak ezek az emberek, a lakosság gondolkodjon közösen, mert ez a ház, ez mindenki előtt nyitva áll. Isten igazából mindenki gondolkodjon, keressen barátokat, társakat, amivel ezeket a helységeket meg tudjuk tölteni élettel, értelemmel, és hogy költözön bele ide újra az élet. Az átadó ünnepségen a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület műsora tette színesebbé a rendezvényt.